Fúzik János, az országos szlovák önkormányzat elnöke, és Riba Etelka elnökhelyettes, a Szlovák Köztársaság képviseletében megjelent Békés Csabai főkonzulátus főkonzulja, Sátora Aljaújhely önkormányzatának, a partnerintézmények és további országos szervezetek képviselőinek jelenlétében ünnepelte meg a Sátora Aljaújhely szlovák iskola vezetése, tantestülete és diákjai az oktatási intézmény fennállásának 60. évfordulóját. Nincs az életben nagyobb felelősség és nagyobb megtiszteltetés, mint hogy felneveljük a következő nemzedénket. A magyar-szlovák kéttanítási nyelvű nemzetiségi általános iskola és kollégium 60. évfordulójának alkalmából nevelőtestületünk ezt a dr. Everett Kopp idézetet választott a mottóul. Lássuk csak, mi áll benne. Felelősség. Igen, itt így láttunk hozzá felelősséggel a születésnapunk megünnepléséhez. Lássuk csak, megtiszteltetés. Igen, annak értékelem azt, hogy ma ilyen sokan gyűltünk itt össze. Önök megtisztelték ezt az ünnepet. Következő nemzedék. Igen, a színpad mögött várakoznak. A következő nemzedék várakozik, hogy velünk ünnepeljenek. Az iskola történetét és kapcsolatrendszerét az intézmény jelenlegi és volt diákja mutatta be, az alapján a tanulmány alapján, melyet a Magyarországi Szlovákok Kutatók Központja által kiírt versenyre készítettek. Az intézmény fenntartását 3 éve vette át az Országos Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, melynek elnöke köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy arra fognak továbbra is törekedni, hogy az új helyi szlovák iskolának legyen jövője. 3 osztállyal indult annak idején 1950-ben az iskola, és aztán felfejlődött, de kicsit meglepődve is tapasztaltam, de örömmel, hogy a létszám a gyerekeknek nem csökkent. Tehát a mai 138 tanuló, ha 20 évre visszatekintünk, nem sokkal kevesebb, és ez örömteli és reményteli. A gála keretében pedig színpadra állt az iskola 8 osztályának 138 diákja, hogy műsorokkal emeljék az ünnepfényét.